A hátránykompenzáció és személyiségfejlesztés a nem formális és informális oktatás eszközeivel című projekt célja, hogy az iskolák igényeihez alkalmazkodva, a helyi tantervekkel összhangban, tanórákon kívüli gyakorlati oktatás keretében a gyerekek képességeinek, tudásának és tehetségének sokoldalú fejlesztése, ismereteinek bővítése, ezzel a meglévő hátrányok csökkentése. Napközis foglalkozás keretében az alsó tagozatosoknak egy világkörüli utat terveztünk, amelyen úti naplót fognak vezetni, és a különböző népek, nemzetek kultúrájával fognak megismerkedni, viseletükkel, zenéjükkel, tánccal, és valamilyen érdekes, csak az adott népcsoportra jellemző kézműves dolgot fognak elkészíteni. A program keretében havi szakköröket is tartanak majd, melyeknek résztvevői felső tagozatosok lesznek. Ők szintén a földet fogják beutazni, de ott már inkább a tolerancia, a másság, más népek identitásának a megismerése lesz a cél, és szintén nekik is lesz egy kézműves része, illetve valamely népcsoport táncát fogják megismerni. A heti szakkörön az alsós gyerekek színkörjáték címmel drámafoglalkozásokon fognak részt venni, ahol valamilyen népmesét fognak táncos, zenés, dramatizált formában előadni. Ezen túl témanapokat szervez a művészeti iskola a program keretében. Az első fél évben ellátogatnak a Nyíregyházi Vadas Parkba, a Miskolci Nemzeti Színházba, valamint a Magyar Nyelv Múzeumába, Széphalomba. A második fél évben pedig ellátogatnak a Sátoraljaújhelyi Mentőállomásra, a rendőrségre, a tűzoltóságra. A témahét, melyet egy tábor keretében valósítunk meg, ez a természetvédelemről, a környezetvédelemről szól. Ez egy vegyes alsó és felső tagozatos gyerekeknek szóló tábor lesz. A projekt 2011. július 11 és 2012. augusztus 31-e közötti sikeres lebonyolításához 6 fő pedagógus, 1 mellékképes könyvelő és 3 fő segítő mellett 8 együttműködő sátoraljaújhelyi hegyközi bodrogközi általános iskola és óvoda, partnerként pedig 3 kulturális és szabadidős intézmény, valamint a Sátoraljaújhelyi Mentőszolgálat, a tűzoltóság és rendőrkapitányság járul hozzá. Az ebben a csoda, ebben a megnyert pályázatban, hogy akkor, amikor a mi iskolánk is nagyon szűkös anyagi körülmények között van, akkor mégiscsak van egy ilyen pályázatnak kapcsán arra lehetőség, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeinket újabb ismeretekhez juttassuk, délutáni foglalkozásokat meg tudjuk tartalommal tölteni, ők is jól érezhetik magukat, ugyanakkor, ahogy Fehér János elmondta, valószínűleg ő is új ismeretekre fog szert tenni a mi iskolánkban, hiszen ő vállalta azt, hogy konkrétan a Deák úti általános iskolában fog tevékenységet végezni. Minden partnerintézményben az év végére kiállítást, valamint egy bemutatót fog szervezni a Bokréta Művészeti Iskola, valamint a projekt záró rendezvényen az iskola székhelyén is megismerhetőek lesznek a programban elért eredmények.